Olyan erőkkel küzdöttünk, amelyeknek elsöprő média ereje, példátlan befolyása és majdnem határtalan erőforrásai voltak. Szájer József, a Fidesz LP képviselője írta néppárti képviselőtársainak. Közben éjfélkor elhallgatott a Lánchíd Rádió, a Magyar Nemzet utolsó címlapja pedig fekete kerettel jelent meg. A világítást is lekapcsolták a Simicska Lajos tulajdonában álló Lánchíd Rádió stúdiójában. Ma már a műsorvezetők megszokott hangja helyett a rádió frekvenciáján csak zene szól. Kedden éjfélkor még közösen számolták vissza a másodperceket a rádió dolgozói, akik a szokásostól eltérően élő videóadásban búcsúztak hallgatóiktól. 3, 2, 1. Viszlát, köszönjük! Kézről kézre jár az utolsó lapszám a Magyar Nemzet szerkesztőségében. A 80 év után megszűnt lap fekete kerettel a címlapján jelent meg. Nem bántam meg választásomat, és ha lesz, aki feltámasztja a lapot, folytatom önökkel. Az egyik olvasói levélből szemezget Hajdú Péter gazdasági újságíró, akinek 16 év után szűnik meg a munkahelye. Ő az egyike annak a közel 200 dolgozónak, akik ma már csak azért jöttek be a munkahelyükre, hogy a csoportos létszámleépítésről szóló szerződést aláírják. Ez csak az első lépés. Itt akit csak tudnak, ezek be fognak találni. Tehát aki mögött nincsen egy nagyon komoly tőke, vagy valamilyen nemzetközi háttér, ellenben bármifajta kritikát meg mer fogalmazni, azt vagy megpróbálják megszerezni, vagy megpróbálják meggyilkolni. Orbán Viktor tavaly nyáron Tusnádfürdőn üzent hadat Brüsszel mellett az ellenzéki médiumoknak is. Soros maffia hálózatával és a brüsszeli bürokratákkal szemben kell állnunk a sarat, meg az általuk működtetett médiával kell megküzdeni a következő 9 hónapban. Választási győzelmük után Szájer József, a Fidesz LP képviselője egy hosszú e-mailben számolt be néppárti képviselőtársainak a sikerről. Ebben a következőket is megírta. 7-1 ellen harcot vívtunk a kormányzáshoz szükséges többségért. Olyan erőkkel küzdöttünk, amelyeknek elsöprő média ereje, példátlan befolyása és majdnem határtalan erőforrásai voltak. A médiakutató ezzel szemben arra hívja fel a figyelmet, hogy vannak olyan részei a társadalomnak, amelynek tagjai teljesen el vannak zárva a kormány propagandától eltérő véleményektől. A sajtószabadság az nem arról szól, hogy az embernek majd, hogy nem hivatásszerűen kell kutatni az olyan tartalmak iránt, amik még valamilyen szempontból is a valóságról szólnak. Hammer Ferenc szerint a média sokszínűségének a közmédia átalakítása, a TV2 és a megyei lapok megszerzése vetett véget.